mai videóban meg fogok nektek mutatni 25 darab érdekességet a Brawl Stars-ról. Mindegy is, nem is akarom húzni tovább az időt, kezdjük is. Hogy először olyan érdekességeket mondok, amiket szinte mindenki ismer, és aztán a videónak a legvégén meg szinte teljesen ismeretlen dolgokat fogok nektek elmondani. Na, az első dolog az, hogy a Supercell csinálta. Igen, ez az intrójuk, és tehát a Supercell csinálta a Brawl Stars-t, szerintem ezt mindenki tudja. Biztos, hogy elgondolkodtatok már azon, hogy melyik brawlernek van a legtöbb HP-ja. Én ezt egy szóval meg tudom mondani. Frank. Több mint 10.000 HP-ja van, és ő az egyetlen karakter, akinek több mint 10.000 HP-ja van. Következő dolog, amiről beszélgetni fogunk, az a boxok. A boxok azért régebben benne voltak a játékban, és ahogy itt láthatok a képernyőn, cuccokat lehetett belőle szerezni, bármilyen karakterre ilyen tokeneket, és coinokat, és akár brawlereket is lehetett szerezni. És ja, ezek voltak a boxok, de sajnos 2022-ben vagy 2021-ben kilettek törölve a játékból teljesen. Supercell ID. Mi is ez a Supercell ID? Hogyha ide rámész a settingekre, itt van egy olyan a legalján, a Supercell ID, hogyha ide becsatlakozol, lehet egy fiókod a Supercell ID-ban, ami gondolom az összes játékban fiókot így összekötteti. És az utolsó dolog, aki mindenki ismer, az a Brawl Pass. Mostantól minden egyes hónaponta van egy új Brawl Pass, és ebből ugye cuccokat lehet kinyitni, bármit ki lehet belőle nyitni, de ha megveszed ezt a Plus Pass-et, vagy milyenek a neve, kinyithatsz bármilyen karaktert teljesen egészen epikig. Jó van, menjünk is a következő kategóriára. Ugye előbb láttuk azt a karaktert, akinek a legtöbb HP-ja van. De azon gondolkodtam, hogy melyik karakter a leglassabb az összes közül? Hát 8-bit. Ő a leglassabb az összes karakter közül. Hogy miért? Azt én nem tudom. Legdrágább offer ára. Mi a legdrágább offer a Brawl Stars-ba? Szerintem már rengetegen láttátok, de itt van 2000 gem, 47.000 forint, hogyha jól tudom, $100 kerül, ami rengeteg. És ez a legdrágább offer, amit te valaha fogsz látni a Brawl Stars történetében. Hogyha nem tudtad, régebben volt egy olyan különböző kategória a játék karaktereknek, hogy kromatik. Itt látható a képernyőn rengeteg sok kromatik karakter volt. A kromatik az szinte a legendári és a mitik között volt. 2023-ban valamilyen oknál fogva kilettek törölve, én se tudom, hogy miért, de mindegy. Ja, és akkor még voltak olyanok is, hogy kromatik token, amiből ezeket a kromatik karaktereket lehetett megszerezni. Ezekből rengeteg sok karakter most már epic, mythic vagy legendary. Rank 20. Ennél most nem mutatok képet, de a rank 20 az azért van rajta ezen a listán, mert régebben, ugye most tudjátok, hogy csak 35 rank van a karakter, hogy most 35 rank van a Brawl Stars-ban, ezt most nem bírom megmutatni, de régebben a limit még csak 20-as rang volt. Kanári Dynamite sapkájában. Hogyha alaposabban megnézed, van egy kanári madár Dynamite-nak a sapkájában. Igen, ezt a igazi bányászok is szokták használni, és benne is van az egyik hangeffektjébe. Yeah, birdie, birdie, birdie! Igen, tehát kanári Dynamite sapkájában. Jól van, most, hogy megvan ez a kategória is, mehetünk a következő kategóriára. Itt van Jackie. Jackie-nek eléggé érdekes hangeffektjei vannak, hallgassátok. Let's go kick some! Sok ember azt gondolja, hogy lehet, hogy csúnya szót mond ilyenkor, de fel van töltve egy ilyen videó, ami most látható a képernyőn, ahol nem csúnya szavakat használ, hanem teljesen normális szavakat. De ki tudja, lehet, hogy az igazi hangadója Jackie-nek tényleg csúnya szavakat mondott? Hát nem tudhatjuk. Squeak-nek van egy zenéje. Rockit csinálta, fenn van a YouTube-on Rockit. És ezt nem tudom, miért csinálta, de tök jól összemixelte Squeak-nek a hangjából ezt a remixet. Sajnos nem játszhatom le, mert copyrightos. Most menjünk vissza a régebbi időkbe. Régebben 15 darab brawler volt a játékban, amikor kijött a Brawl Stars. De akkor mindegyik brawlernek volt egy 800-as kupa limitje. Tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy régebben ugye 15 brawler volt, ezt megszorozzuk 800-zal,
tehát régebben csak 12.000 kupát lehetett összegyűjteni a Brawl Stars-ba, ha meglett a 12.000 kupa, akkor kivitted a játékot. Állítva. Hogyan is értem azt, hogy állítva? Hogyha visszanézünk a régi Brawl Stars-ra, akkor látható, hogy itt még állítva van a játék. Látható is a videóban. Tök érdekesen nézett ki, de hát így kezdték el csinálni. Dynamite! És Brock. Hogy miért ez a kettő egybe? Mindjárt elmondom. Dynamite-ban és Brock-ban van egy darab közös dolog. Mindegyik ők, amikor kijött a Brawl Stars, akkor teljesen máshogy néztek ki. Brock teljesen megváltozott 2017 óta. Igen, 2017-ben így nézett ki Brock. Teljesen máshogy. És még Dynamite-nak is teljesen más karakterje volt a mostanihez képest. Nézzétek meg! Nagyon durva! Menjük is a következő kategóriára, itt látható Doug, ami egy mitik karakter. De hagyd mondjam meg, hogy ez nem a szeme. Ez az orluka. Rengeteg sok variáció lehet a Doug-nak, de nem tudjuk, hogy hogy néz ki. Itt van az első variáció, ami teljesen máshogy néz ki, és nagyon furán. Itt van egy másik kép, ahol viszont elég normálisan néznek ki a szemei, de még mindig cringe. De még mindig fura. Ki a leggyűlöltebb brawler a Brawl Stars-ba? Köszönöm szépen Lexnek ezt a videót, de a leggyűlöltebb brawler az itt látható, aki nem más, mint Pam. Régebben valamiért az volt a neve, hogy Mama J. Azt nem tudom, hogy miért, de ez volt a neve. Kínai Brawl Stars. Hogy beszéljünk erről egy kicsit? Azt gondolnátok, hogy Kínában biztos ugyanaz a Brawl Stars, mint itt. Hát nem. Ahogy itt látható, ezen a képen sokkal több update van a kínai Brawl Stars-ba, ami azt jelenti, hogy sokkal jobb a kínai Brawl Stars. De most komolyan, nézzétek már meg! Ilyen karakterek jönnek be a kínai Brawl Stars-ba, meg szó szerint megkapjuk a legszarabb karaktert az egész játékba. Aha, értitek? Ez itt Bibi, egy epic brawler. De hogyha alaposabban megnézzük, ugye itt van az ütője Bibinek. Annak van egy arca. És igen, Bibi őt egy igazi embernek, hogy mit tudom én kinek tartja, benne is van az egyik hangeffektjébe. Mr. Bat says hi! Jól van, és akkor most menjünk a legutolsó kategóriára. Igen, mert a régi neve az volt, hogy Project Laser. Ez még 2015-ben volt a neve, amikor elkezdték csinálni a játékot, még a beta verziójában sem volt a játék. Na most, visszatérünk még egy karakternek a hangjára, aki nem más, mint Willow. Willow, hát nem mond semmi csúnyát, de van egy olyan hangja, ahol szó szerint egyet. No! Billy Kamec. Billy Kamec az Coltnak az eredeti hangadója volt, így néz ki, csak sajnos 2022-ben meghalt, nagyon sajnáljuk őt, mindenki írja le a kommentekből, hogy hashtag rip Billy Kamec. Meg is mutatok pár hangot. Too pretty for pain! Prime time, baby! Ow! Not the face! Na ez a téma az egy eléggé érdekes téma. Amikor a Brawl Stars még a bétájában volt, eredetileg Tap to Move volt. Mit is jelent a Tap to Move? Amerre nyomsz, arra megy a karaktered. Igaz, hát nem így nézett ki a játék akkor, de mindegy. Hoppa. Tehát Tap to Move volt a játék, amit előbb magyaráztam el. Eléggé furán lehetett így mozogni, de attól még lehetett így játszani. Miért mozog így a kamera? És a legutolsó dolog, amit meg is tudsz keresni a Google-ön, az a starpark.biz. Tehát ez a Star Parknak az eredeti weboldalja elvileg, hogyha rányomsz erre, hogy klik hír, itt van több ilyen cucc is. Mondom, klik hír. Na itt is van. Itt van rengeteg sok ilyen Star Parkos cucc, például ez a push doll, gondolom, hogy Mr. P akar lenni, vagy mit tudom én. Rengeteg és még rengeteg sok Star Parkos dolog. Jól van akkor, ennyi lett volna az a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mert mondom, ez nagyon sokat jelent nekem. Remélem tetszett ez a videó, és akkor én Bendőt van, gameplayzoltam. Szevasztok! Wow!